Sziasztok, itt a Nugor Hope Passage-en. Aki szerette ezt az exitot használni, annak van egy rossz hírem, az exit a 12.12-es patch-sel megszűnt, viszont kaptunk helyette két másik kiállatot, úgyhogy megnézzük, hogy mi az a kettő. Az egyik, ami nekem is kiállatom most, az a Path to Lighthouse, ez a Sunken Village mellett van, illetve a másik, a Road to Rail Bridge lesz, ami a CCP Temporary mellett található. Na szóval elértük a CCP Temporary-t, igazából túl is jöttünk rajta, hogy annak az a kiárat. Az innen egy jó 200 méterre van. Gyakorlatilag, hogyha látjátok azt az utat, az az út lesz az, ami a Road to Customs felé vezet. Az Extraction Pointunk pedig itt található majd, ezen a kis hídon. Gyakorlatilag itt van ugye a folyó mellettünk, illetve odalent van egy stash, és ezen a hídon van az Extract, mint olyan. Itt lehet, hogy itt vannak ilyen kis vagonok. Ez egy teljesen használható Extractnak tűnik, viszont hogyha ez az egyik kiállatod, meg a Road to Customs. Én szerintem már csak izommemóriából is a Road to Customs-ra mennék. Nagyjából értünk a másik ponthoz is, ez ugye itt a Sunken Village. Ha itt tovább megyünk, akkor ott lesz a tunnel nagyjából. Ha valamilyen támpontot kerestek, abban az irányban van a Doom. És gyakorlatilag a West Wingből, hogyha indultok, ott a West Wing. Az ott. Ha indultok a sziklák irányába, ugye követitek ezt a fehér kerítést végig, amit most itt nem láttok. Ez itt régebben egy kerítés volt, viszont ezt itt kinyitották. És hogyha jobban itt átnéztek, akkor láthatjátok, hogy az ott már a Lighthouse map, mint olyan. És gyakorlatilag nincs más dolgotok, csak elindulni ebbe az irányba. És itt valahol a sziklák környékén már érzékelni fogja az extraktot, és ki is fog engedni. Ezt a részét egyébként a mapnak szerintem nagyon jól átdolgozták, illetve most már látszik a híd is, ami ugye a Lighthouse mapon található. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, vigyázzatok magatokra a Tarkovban, sziasztok!